2020-ban több mint 10 000 pécsi polgár elektronikus petícióban tiltakozott, további 4500 fő pedig kérte, hogy legyen közmeghallgatása Pécs Pride ügyében, emlékeztetett Kővári János. A képviselő elmondta, hogy emiatt nemrég kérték a rendkívüli közgyűlés összehívását, de azt elutasította a városvezetés. Alkotmányellenesnek minősítették ugyanis, hogy arra kérik a polgármestert, intézkedjen annak érdekében, hogy ne tartsanak felvonulást. Kővári szerint így sérül a pécsiek joga különböző helyzetekben, így például, mivel a Kossuth térről indul a menet a Szent István térre, több templom előtt is elhaladnak majd a résztvevők. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a vallásos meggyőződésű emberek jogait sértő, de ugyanígy sérti a gyermekek egészséges élethez való jogát az, hogy a nyílt utcán, a köztereken gyakorlatilag szexuális propagandát látnak. Szelíd vagy nem szelíd formában ezt nem tudjuk, de mindenképpen szexuális propagandának nevezhető. Önkormányzati képviselőként pedig arra hívja fel a figyelmet, több mint 8 órán keresztül műveleti területén nyilvánítják a belvárost a felvonulás idejére. Ez pedig a vendéglátósok legforgalmasabb napja, a szombat. A bevételkiesést azonban senki nem akarja megtéríteni. Ez az ő szabadságukat sérti, valamint az itt élő pécsiekét is, de mozgásukban is korlátozzák őket, hangsúlyozta a politikus. Ezen kívül szeretnénk egy polgári rendezvényt itt ezen a téren szervezni. Nem olyat, ami ütközik a felvonulókkal, hiszen nem akarjuk őket provokálni, ha megkapták az engedélyt, vonuljanak, viszont szeretnénk a többségi társadalom, a pécsi többségi társadalom értékvállását is megmutatni, azaz a családok melletti kiállást kívánunk megszervezni. Szombaton délelőtt 10 órakor itt a Széchenyi téren. Ez ugyanis a város főtere, mely szimbolikusan a közösséget is képviseli. A rendőrség biztosítja majd a rendezvényt, és nem fognak senkit provokálni, teszi hozzá Kővári. Viszont azoknak a pécsieknek az értékeit is szeretnék felvállalni, akik nem értenek egyet a Pride felvonulásának céljával, fogalmaz a képviselő.